Sziasztok! A mai két órán Csáth foglalkozunk, az ő szövegeit fogjuk olvasni. Előtte azonban néhány dolgot elmondok vele kapcsolatban. Brenner József volt a polgári neve, a Csáth az fölvett név, szabadkán született, és ő is a gyermekkorát szabadkán töltötte. Kosztolányi Dezső unokatestvére volt. Sokoldalú tehetsége már gyermekkorában megmutatkozott, többféle művészeti ágban nagyon tehetséges volt, hegedült, festett és rajzolt, és 14 éves korában már megjelent, megjelentek az első zenekritikája a Bácskai hírlapban. Érettségi után Budapestre került orvostan hallgatónak, és ekkor már Kosztolányi Budapesten élt, és az ő ösztönzésére tárcákat és bírálatokat írt a budapesti naplóba, és a nyugatnak is munkatársa lett, és tulajdonképpen így indult el Csátnak az írói karrierje, tehát a másik két művészeti ág az háttérbe szorult a zene és a festészet, ha bár továbbra is művelte, de első helyre az, az irodalom került is író. Lett belőle, amellett, hogy orvos volt. 1910-ben szerezte meg az orvosi diplomát, és pszichiáterként dolgozott a Moravcsik-féle ideggyógyászati klinikán, és tulajdonképpen ez volt az ő polgári foglalkozása, pszichiáter volt. És ekkor szokott rá a morfiumra is, ami aztán szintén a az élete hátralévő részét meghatározta, ugyanis morfium függő lett, és tulajdonképpen az egész személyiségét eluralta ez a függőség, és a művészetektől is eltávolodott, és alkotni sem tudott már a morfium miatt. Sokszor került szanatóriumba elvonó kórákra, és hát az élete az úgy ért véget, hogy a legutolsó helyről, ahol kezelték, hazaszökött, és a feleségét lelőtte, utána pedig öngyilkos lett. A novella világára az jellemző, hogy tulajdonképpen a, a Freudi elméletek hatására írta őket leginkább, tehát ezek azt lehet mondani hogy lélektani novellák. A gyermekkorral nagyon sokat foglalkozik, ugyanúgy, mint Kosztolányi, de nagyon sok novellájában a szerelem és az erotika is nagyon fontos téma, és nagyon különös módon mutatja be ezeket a, a témákat, úgyhogy érdemes és érdekes ezeket a novellákat olvasni. Az a, azok a szövegek, amiket ma ezen az órán fogunk olvasni, egy közös cím alatt jelentek meg. Az a címe, hogy Mesék, amelyek rosszul végződnek, és öt meséből áll. A címből látjátok, hogy meséről van szó. A mese az ugye egy, egy irodalmi műfaj, és el kell azt még mondanom, hogy Freud mellett. Andersennek volt nagyon nagy hatása a, a novella világára. A mesékről ma már nagyon sokat tudunk, ugyanis nagyon sokat foglalkoznak vele mesepszichológusok, meseterápiával is foglalkoznak sokan, és tudjuk azt, hogy a gyermek életében milyen nagy szerepe van annak, hogy meséket halljon rendszeresen, ahhoz, hogy egy biztonságos világot tudjon kialakítani maga körül. És hát nagyon fontos az, hogy a, a mese az jól ér mindig véget, mert azt kell a gyereknek megtanulnia a mesékből, hogy, hogyha bátor, és hogyha fölveszi a harcot az akadályokkal, akkor segítséget kaphat, hogyha ő is ad segítséget, és le tud győzni mindenféle akadályt, és végül győztesen kerül ki a sárkányjal vívott harcból, vagy mindenféle nehézségből. Tehát a meséknek igazából ez a legfontosabb szerepük egy gyermek életében. Na most a. A csátmesék azok ugye rosszul végződnek, már a címből tudjuk, hiszen csát nem gyermekeknek ír mesét, hanem felnőtteknek. És felnőttként viszont már nem árt, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy a a világban nem mindig győzünk, és hogy bizony a, az életünkben nagyon sokszor kudarcot fogunk vallani, és hogy a, az életben nagyon sok szenvedés és fájdalom és tragédia és igazságtalanság is van. És jó, hogyha ezzel szembenézünk, mert hogyha nem tesszük meg, akkor, akkor megbetegszünk, vagy pedig valamilyen nagyon furcsa életet fogunk élni. Úgyhogy az anderzeni világhoz és a mesevilághoz ilyen kifordítottan viszonyulnak ezek a történetek, amiket most olvasni fogunk, amelyek eléggé furcsa történetek lesznek. Két mesét fogunk olvasni. Az első, az első mese ez a címe. A kisdiák buszgon tanult. Sorra vette a rendhagyó igéket, átismételte a ragozást, a hajtogatást majd a mondattant lapozta föl. Különös figyelmet fordított a mondat hangsúly című fejezetre, amelyet eddig nem tudott kitűnőre, csak jóra. Azután becsukta a könyvet, és másikat vett elő. Megint neki akart fogni a szorgos munkának, amikor halk lépteket hallott a háta mögött. Hátra nézett. Egy szép szőke lány ment arra. A diák, aki mégse volt annyira kicsin, hogy egy leány szépségét meg ne tudta volna becsülni, megnézve a leányt, így szólt magában. Szép egy leány de tanulni kellett, mert másnapra a tanár nagy felelést helyezett kilátásba, és ő nem törődött többi a szőke leányjal. Egy másik könyvet is áttanult, és éppen a harmadikba akart belekezdeni, mikor megint meglátta a szőke leányt. A szobából kifelé osont az ismeretlen lány, és a keze tele volt rablott holmival. A kezében volt a fiú kis puskája, órája, a legdrágább kincse, ólamgatonái és más ilyen értékes dolgok a fiú sokkal jobban szerette a puskáját, az óráját és az ólam katonáit, mint sem azokat csak úgy odaadta volna. Utána iramodott a leánynak, ki a lépcsőkön lefelé iparkodott. Megfogta és rákiáltott. Tolvaj, tolvaj! A leány ránézett gyönyörű kék szemeivel, de erre a fiú erejében megdermett a vér. A leány mosolygott. Én a halál vagyok, mondta. Mennünk kell. És kézen fogta a fiút. <kül> Egy kisfiút látunk tehát, aki nagyon szorgalmas, tanul, mert holnap felelés lesz, és e, nincs ebben eddig semmi különös, viszont e, egy furcsa fordulat történik, mégpedig az, hogy eljön érte a halál. E, ez azért nagyon furcsa, mert egyrészt... E, Hogyha arra gondolunk, hogy a halál eljön valakiért, akkor általában azért nem gyerekekre gondolunk. Tehát a halál általában nem gyerekekért jön el. De még mondjuk az is megtörténik, de azt is látjuk, hogy ez a kisfiú nem beteg, és nem is baleset éri, hanem egyszerűen csak ül és tanul, nem csinál semmi különöset, és mégis eljön érte a halál. Vajon miért? Hogy lehetséges ez? A másik furcsa dolog az, hogy a halál nem ö, csukjás és kaszás csontváz, mint ahogyan ismerjük őt, hanem egy ö, kékszemű, szőkehajú, gyönyörű fiatal lány. Nem így képzeljük el a halált. Ö, mit jelenthet ez a novella? Nyilván én most is csak egyféle értelmezést adok, meg sokat lehet ezen is gondolkodni, kinek mit mond ez az egész történet. Hát egyrészt ugye mindannyian tudjuk, csak nem nagyon gondolunk rá, hogy mindenki bár, bármikor, bárhol meghalhat. Tehát, hogy, hogy a halál az nem csak bizonyos helyzetekben és bizonyos korban történik meg az emberrel, hanem bármikor megtörténhet, akármelyik pillanatban, akárkivel. Tehát az, hogy ez a fiú ilyen helyzetben van, amikor eljön érte a halál, ez ezt jelentheti. Amit egyébként tudunk mindannyian, csak hát valahogy próbálunk nem gondolni rá és nem foglalkozni vele. A másik dolog ugye az, hogy mit csinál ez a lány, mi az, amire a fiú már föl kell, mert hogy ugye csinálja a dolgát, tanul, tetszik neki a lány, de hát fontosabb a holnapi latin ellenőrző vagy felelés. A szövegből kiderül, hogy latinról van szó. Tehát fontosabb az neki, és csinálja a dolgát. És mi mindannyian így vagyunk ezzel, hogy jönnek esetleg valamilyen figyelemfelhívó jelek arra, hogy vigyázzunk az egészségünkre, vagy bármire. Itt is azon megjelenik a lány, ott elmegy is, és a fiú nem törődik vele, mert koncentrál a dolgára. Tehát hogy, hogy egyszer csak váratlanul megjelenik, és akkor veszi, vesz már róla tudomást, akkor kell föl az asztaltól, amikor azt látja, hogy ez a lány összeszedte a legdrágább kincseit. És hát persze, ugye tudjuk, ez már közhely, hogy Csinálunk bármit az életünkben, mindent nagyon fontosnak tartunk, hiszen azért csináljuk, de hogy igazából ez az egész mind el fog veszni, mert a halál magával fogja vinni. Tehát, hogy azért érdemes azon is elgondolkodni, amiről már az előző kosztolányi órákon is volt szó, hogy, hogy mire is fordítom az életemet, az időmet, az energiámat, mi az, ami valóban fontos. Hiszen, hogyha a dolog végét nézzük, akkor igazából mindegy, hogy mit csinálunk nagyjából. És hát azért, hogy valami vigasztaló is legyen, én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy ez a lány ilyen szép, és nem egy csontváz, és csukjás, és kaszás, azért ebben az is benne van, hogy a halál az nem feltétlenül rettenet, és is szörnyű, hanem adott esetben még akár szép is lehet. Olvassuk a harmadik mesét. A kisdoktor, doktor miután kitüntetéssel letette a harmadik orvosi szigorlatot, komolyan kezdett gondolkodni, hogy megházasodik. Miért kezdett erről gondolkodni? Kérdezheti minden józan ember. Nos igen, mert szeretett egy lányt. Igen, egy leányt, akinek szabályos és kerek volt a válla, izmos a háta. Csak kevés, de anatómiailag igen jól elrendezett hájjal. Fekete a haja és fekete a szeme, stb. Egy napon végre jegyet váltottak. Ekkor történt, hogy a leány megszúrta a kezét. A kis doktor zsebkendőjével szárította fel a vércseppet, mely a rózsás, szép ujjacska hegyén szivárgott ki, és azután lecsókolta még, ami maradt. De ez mellékes. A fontos az, hogy másnap észrevette a vért a kis doktor a kendőjén. Egyet gondolt, előszedte a mikroszkópját. Letörölget, letörölgette a nagyítólencséket, belefújt a fényes sárga csőbe, megigazította a csavarokat. Azután kivágta a vérfoltot, és egy apró üvegedénybe tette. Majd titokzatos kis üvegekből öntözgetett hozzá, amelyeken ilyen furcsa, szeretné mondani hátborzongató fölírások voltak láthatók, CHO, h CHNS. Így dolgozott a kis doktor. Pepecselt, áztatott, szárított, fáradhatatlanul, és kukucskált a mikroszkóp csövébe. Azután újra kezdte. Hűn mögött. Izzadt végre kidüllett szemekkel bámult maga elé. A reggel is ott írte, amint a titokzatos nagyítógép mellett gondolkozott. De utoljára is határozott, mert másképp semmi értelme lett volna a sok fáradtságnak. Lehúzta az újjáról a gyűrűt, borítékba tette, hordát hivatott és visszaküldte. Azt szoktam kérdezni ilyenkor a diákjaimtól, hogy mit gondolnak, hogy mit látott kis doktor a mikroszkóp alatt. És általában azt szokták mondani, hogy biztos valamilyen betegséget, vagy a nő származása nem tetszett a, az orvosnak. De az az igazság, hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mit látott, ugyanis nem ez a lényeg. A másik, amit szoktam kérdezni tőlük, az az, hogy vajon miért nevezi a narrátor kisdoktornak ezt az embert. És erre pedig azt szokták mondani, hogy azért, mert fiatal még orvostan hallgató, is, és ezért kisdoktor. Nyilván ez is benne van, de én azt gondolom, hogy hogy ennél többről is szó van, ami miatt kisdoktornak nevezi őt. Már a történet elején látjuk azt, hogy ez az ember nagyon tervszerűen, nagyon józanul, racionálisan, szabályszerűen él. Tesz erre egy utalást a narrátor azzal is, hogy azt mondja, hogy miért kezdett gondolkodni elő, erről kérdezheti minden józan ember. Tehát józanul is hozzá lehet állni ahhoz a kérdéshez, hogy valaki megnősül, vagy házasságot köt. És ez az ember, ez a kis doktor, ez nagyon józanul áll hozzá ehhez a kérdéshez, ezt látjuk abból, hogy azért akar most megnősülni, mert úgy látja, hogy most van itt az ideje. Az idő alkalmas arra, hogy megnősüljön. És ráadásul van egy olyan nő, aki pont alkalmas arra, hogy feleség legyen. Tökéletes anatómiailag, esztétikailag, mindenféle szempontból ez a nő tökéletes lesz, tehát ő most megnősül. És ekkor történik a, a, a nagy fordulat, ugyanis ebből a, ennek az embernek a személyiségéből természetesen következik az, hogy meg fogja vizsgálni a menyasszonyát, méghozzá mikroszkóppal. Hiszen ő úgy éli az életét, hogy, hogy, szabályoknak engedelmeskedik, és az érzelmeknek nem igen van szerepük az ő életében. Tehát mindent távolról tárgyilagosan megvizsgál, és így viszonyul ahhoz a nőhöz is, akit feleségül akar venni. A gond ezzel az, hogy az ember az nem egy gép, és nem egy tárgy, amit pontosan meg lehet határozni, és meg lehet vizsgálni, és és akkor el lehet várni tőle azt, hogy tökéletesen működjön. Hogyha valakit mikroszkóp alá teszünk, akkor egészen biztos, hogy találni fogunk benne hibát. Viszont nem teszünk ilyet, hogyha valakit szeretünk, nyilván. Tehát, hogyha ha szeretünk valakit, akkor nem fogjuk mikroszkóp alatt vizsgálni, hogy jó lesz-e ez nekünk. Akkor fogjuk ezt tenni, hogyha nagyon tárgyilagosan, racionálisan az érdekeinket nézzük. Tehát az érzelmek és az értelmek és az értelem nagyon sok esetben kizárják egymást, vagy pedig megsemmisítik egymást, és itt ez történik. Úgyhogy tulajdonképpen törvényszerű az is, hogy a végén visszaküldi a gyűrűt, mert hogyha azt az embert, akivel kapcsolatra akarunk lépni, megvizsgáljuk mikroszkóppal, akkor. Teljesen biztosak lehetünk benne, hogy ki fog derülni valami róla, ami esetleg nem tetszik nekünk. De hogyha szeretjük, akkor nyilván mindennel együtt szeretjük, és tudjuk, hogy ő is ember, én is ember vagyok, mind a kettőnkben vannak olyan dolgok, amik jobb lenne, ha nem lennének, de hát ott vannak és is, Istenem, ezzel együtt élünk. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, a kis doktor az azért kis doktor, mert, mert, ő egy kicsi ember, egy kicsinyes ember, aki nem tud fölnőni az emberi méltósághoz, ami azt jelenti, embernek lenni azt jelenti, hogy, hogy szembenézek azzal, hogy nincs tökéletes ember, és a világ sem tökéletes, és én megpróbálok ehhez alkalmazkodni, megpróbálok ezzel együtt élni, és felülemelkedni rajta akkor vagyok uh, uh, méltó az emberi fajhoz talán, de ez csak az én értelmezésem. Nos, hát uh, uh, van még három mese ebben a, uh, a, a történetben, ugye a mesék, amelyek rosszul végződnek, amire most nincs időnk, de olvassátok el őket, azok is nagyon érdekesek. Uh, holnap pedig uh, egy hosszabb történettel fogunk foglalkozni, egy uh, hosszabb, uh, nagyon komoly novellával. Végül, mivel a droghasználat ugye csát életében nagyon fontos, ezért, és manapság is nagyon fontos kérdés, ezért szeretnék néhány filmet ajánlani nektek ezzel a témával a kapcsolatban. De először az Opion című filmet ajánlom, ami Csát Gézáról szól, és az ő egyik művéből készült. Ennek a művének az a címe, hogy egy elmebeteg nő naplója és amikor a klinikán dolgozott, az elmegyógyintézetben, akkor volt egy páciense, és ennek a, a nőnek a történetét írja meg ebben a, a, a könyvében, az Egy elmebeteg nő naplójában. A filmet Szász János rendezte, és Csáth Géza és ez a nő a főszereplők nagyon érdekes a film, viszont azt mindenképpen el kell mondanom, hogy csak erős idegzetűeknek ajánlom, mert nagyon nyomasztó és nagyon durva jelenetek vannak benne. Tehát nem uh, való mindenkinek. A másik film, uh, szerintem ismeritek a Trainspottingot, uh, egy uh, kultuszfilm, viszont ennél a témánál nem lehet kihagyni. Aki még esetleg nem látta, az mindenképpen nézze meg. És akkor még két film, az egyik a Rékfilm egy álomért, ami azt gondolom, hogy ebben a témában a legerősebb film, viszont ez is borzasztóan megviseli az embert, tehát rettenetes érzelmi hatást gyakorol a nézőre, úgyhogy ezt is csak azoknak ajánlom, akik merik ezt vállalni. Maga a, a droghasználatnak a kérdése is nagyon megterhelő és hát filmfeldolgozásban, a igazán jó filmek esetében ez nagyon erősen hat az emberre. És a legújabb film, ez a Csodálatos Fiú című, ez egészen új, ez is ezt a, a, egy kicsit más, tehát más típusú droghasználatról szól, ez azt gondolom, hogy most a legaktuálisabb, a mostani parti drogok használatával függ össze, ezt merem ajánlani mindenkinek, tehát ez egy nézhető, de ugyanakkor nagyon erősen elgondolkodtató és fontos film. Ennyi volt tehát már a Géza, és akkor holnap egy másik novellával folytatjuk, ami egy kicsit hosszabb és komolyabb lesz, mint a maiak voltak. Sziasztok.